amikor megtudtam, hogy bocsi lesz a párom, és vendégségbe hívott hozzájuk, akkor gondoltam, hogy kedveskedek egy ilyen valami kollektív családi ajándékkal. Esküszöm, vágytam rá. Nem tudom, hogy hogy találtak itt. Azt tuti, hogy holnap elkezdünk játszani az Andival ezzel. Tudni kell, hogy bocsi többek között olyan sztárokkal találkozott, akikről mondjuk én is csak álmodni tudok. Ati és én azért jövünk ki nagyon jól egymással, mert picit a fiatal énemet látom benne. Tőlem talán kap egy kis élettapasztalatot, de ugyanakkor látja, hogy az a rocker feeling még mindig ott van, és én meg tökre átérzem a törekvéseit. Te inkább egy ilyen kis melankolikus rocker vagy. Ez az, de ez meg egy baromi happy song. És én szerintem, hogyha a happy-séget azzal az erővel, ami ebben a dalban van, átadod, akkor megnyered a közönséget, és ezért csináljuk. Kiderült, hogy bocsi, elintézte azt, hogy a Kiss Forever Band kísérnek minket ugye a LED falon. Azonnal vállalták. Egyébként szeretik is Atit, mondták, hogy nézik a tévében, és nagyon drukkolnak neki, mert végre egy rocker. A Megasztár színpadán Talán Attila és Pocskor Gábor. People try.